A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A tradíciókhoz méltóan évadzáróval fejeződött be a színházi évad a Vörösmarty Színházban, és ahogy minden esztendőben átadták azokat az elismeréseket is, amelyeket a társulat tagjai ítélnek oda. Ez egy abszolút megerősítés, hiszen a döntést ők maguk hozzák, és nagyon is jól tudjuk, hogy ez bizalmi kérdés is. Ebben az esztendőben is Varga Gabriella a Vörösmarty gyűrűs. Gratulálok. Köszönöm szépen, jó estét kívánok. Köszöntelek. És Krisztik Csaba, azért tegyük hozzá. Nos, Gabi, nem félünk a farkastól, a Bölcsnátán és az I Love You hozta meg ezt az elismerést. Én azt hiszem, hogy ez a díj, bizonyos vagyok benne, nem azt hiszem, jó helyre került, mert azt a kollégáktól megkapni valamit az elismerő szavakon, a hétköznapokon túl egy ilyen ünnepen, az azt hiszem, hogy nagyon jó. Így van. Ez egy nagyon, nagyon fontos dolog. Nagyon, nagyon jó érzés. Jó. És ez nem csak a szépséget, hanem a tehetséged okán is. No, remélem. Viszont egy kicsit menjünk vissza a múltba, hiszen nagyon is jól tudjuk, bár erről már beszélgettünk, hogy milyen fontos szerepet játszott az életedben Majtény András, illetve Keserű Imre, hiszen ők voltak azok, akik azt mondták, hogy azt a tehetséget ki kell használni, ami ott buzog benned. Igen, így van. Majtény András volt az osztályfőnököm, és valóban kellett hozzá, hogy én jelentkezzek, mert az az igazság, szégyen nem szégyen, de akkor még nem volt bennem valahogy, annak ellenére, hogy nagyon jól éreztem magam a drámai tagozaton, de hogy én mindenképpen jelentkezzek, úgyhogy kellett egy ilyen kis löket. És akkor összebeszéltek a hátam mögött az apukámmal, és akkor mondták, hogy akkor azért... Nagyon élveztem különben, nem volt könnyű, Horvai István volt ugye az osztályfőnököm, és ő felvételiztetett, és már ő akkor is arról volt híres, hogy azért nem bánni kesztyűs kézzel, de utólag most abszolút teljesen megértem, úgyhogy eljutottam a harmadrostáig minden egyéb. És így van, Keserű Imre tartotta a délutáni, akkor az ott pszichotréning névem zajlott a gimnáziumban ez a foglalkozás, és ő volt az egyik vezetője. Én azt külön nagyon élveztem különben, hogy vele kifejezetten általunk készült improvizációs helyzetek, gyakorlatok, tehát nem egy komplett előadást készítettünk, volt olyan is, de nem sok, tehát nem ez, valahogy az én fejemben nem ez maradt meg. Megvan még különben egy ilyen csoport ebből a gimnáziumi osztályból, és éppen fölidéztük, hogy nem tudom, két Lotti, azt hiszem, hogy volt Róma és Júlia, abban én nem voltam benne, tehát volt egy pár, de alapvetően mégis ilyen önismereti tréningek, önkereső önismereti tréningek, tehát ez ennek én nagyon, és 20-30-an, tehát sokan voltunk az osztályban, annak a tört része jelentkezett színművészetire. Tehát abba az irányba is lehetett innen menni, de nem volt kifejezetten színészképző. Az kétségtelen, hogy volt beszédtechnika óra, volt színházi alapismeretek óra, tehát egy csomó olyan plusz dolog, ami segítette később is például a színművészetén, az, hogy hát bocsánat, hogy ezt mondom, de Meyer-Holdról színművészetén nem hallottam. Arról ott hallottam. Nagyon-nagyon fontos szerintem egy fiatalnak, hogyha valaki ilyen indítatást kap, hiszen a színműn azért egészen más a helyzet, mások a viszonyok, viszont te úgy fogalmaztál, hogy Horvai és Máté Gábor is nagyon sokat segített abban, hogy azzal a belső igényességgel, amit közvetítettek, megbarátkozz, és az a tiéd legyen. Hát azt hiszem, hogy 4 év alatt, ezt most már így több mint 20 éves tapasztalat után bátran mondhatom, hogy nyilván van valami, ami az ember zsebébe kerül ennyi idő alatt, de alapvetően mégiscsak egy gondolkodás, egy ízlés, és az, hogy saját magam felé mit kell támasszak. Tehát azért még így is, hogy az ember, én elég korán végeztem, ugye 22 évesen, az, hogy azért alapvetően, ami a színpadra kerül, azt én nem várhatom, hogy valaki belőlem majd kikönyörgi, akár egy rendező, vagy bárki, hanem az, amit én beleteszek, azt az energiát, kreativitás, tehetséget, az lesz ott. És tulajdonképpen ehhez valóban Pista bácsi és Máté Gábor abszolút
különböző műfajban, tehát az is egy nagyszerű dolog, hogy ők nagyon sokféle, tehát födót csináltunk, csehovot csináltunk, abszurdot csináltunk, sőt, még most itt ránéztem a kamerára, Herskó János volt a film, nem is tudom, mi volt annak az, szóval, hogy próbálkoztunk kamera mögött és kamera előtt is, tehát nagyon sokfélét kaptunk. Mennyit segített ebben, hogy ez végleg a tiéd maradjon az, hogy a Vígszínházban tölthetted a gyakorlatot, gyakorlataidat egy-egy darabban, hiszen ott azért legendákkal találkozhattál ideje korán. Sőt, hát én most minden dicsekvésen túl teljesen kivételezett helyzetben voltam ott. Az egész osztály oda került, de én voltam az egyetlen, aki kapott is, nem is kis szerepet, ugye ez Alföldi Róbert, Shakespeare viharban, Miranda, és hát borzasztóan izgultam, tehát nem is kell, hogy mondjam, de hát akkor az egy nagyon félelmetes tapasztalat volt. Nagyon fura, hogy akkor óriásinak láttam azt a színpadot, és azt a nézőteret, és azt éreztem, hogy úristen, hogy lehet ezzel megküzdeni. És milyen fura volt, egy pár évvel ezelőtt Székesfehérvárról mentünk oda vendégjátszani, és újra fölálltam arra a színpadra, és akkor olyan kicsi volt. Viszont a bárka kicsi, és ott is lehet nagyjá lenni, és ez neked bejött, én azt gondolom. Nagyon sokféle rendezővel találkoztam ott is. Tehát nagyon örültem a Román Katalina Buzuljánó nevű rendezőnőnek. A Tim Carroll, aki a Globe színházból érkezett főrendezőként. Tehát én nagyon izgalmasnak és jónak tartom, hogy ez is késztetett arra, hogy mindig nyitottan, rugalmasan és abszolút szóval befogadóan létezzek a szakmámba. Nyilván nekem is megvan valamiről a véleményem, de a nyitottság meg a rugalmasság szerintem az egy nagyon fontos szempont. Tehát, hogy különböző kultúrájú, gondolkodású, értékrendű világba, hát nekünk mindig végülis azzal együtt és mindig bele kell helyezkednünk ugye egy rendező által kitalált és megteremtett világba. És csak azon belül tudok én a saját belső utamat megkeresni, mert ha azon kívül vagyok, akkor nem fogok tudni illeszkedni. Ugyanakkor a bárka ilyen értelemben kicsi. Csoda, de kicsi. Debrecen azért mégis más. Hát így van, az is egy nagy színpad volt. Tehát igen. És sokáig az volt az otthonos, a kicsi, tehát szerintem a kezdeti időszakban lehet, hogy pont jó volt, hogy amíg így nem voltam annyira biztos magamban, nem voltam annyira bátor, nem mertem annyira erősen fogalmazni, addig lehet, hogy úgy jobban is esett. De például, hát lehet, hogy Székesfehérváron volt először mondjuk, hogy nagyon megszerettem a nagy színpadot. Tehát, hogy sokkal több energiával, és most nyilván ugye szokták mondani még a nézők fejében, és ez van, hogy nagyobb gesztusokkal, persze, de azért az sokkal több szándékot, energiát, sungot igényel, és később szerettem meg, tulajdonképpen itt szerettem meg a nagy színpadot. És tulajdonképpen itt ismertük meg a Civisváros színészeit, hiszen a fiúkkal is, ugye Andrássy Mátéval, Krisztik Csabájékkal nagyon sokat beszélgettünk erről a bizonyos Vidnyánszky korszakról, ami azért meghatározó volt az életükben, függetlenül attól, hogy ki miként gondolkodik színházon kívül. Én azt hiszem, hogy az egy jó tanulópénz volt számodra is. Debrecenben vele dolgoztam először, így van, vagyis hát a bárkán nagyon sok előadásaikat láttam. Úgyhogy én nagyon kíváncsi voltam ő rá is, és egy másféle kultúra is nagyon összetett gondolkodással fogalmaz színpadon. És igen, Andrássy Mátéval kezdtünk ott főszerepet, ugye egy Szőcs Géza Liberty 56 című produkcióval. Hát nem volt könnyű, tehát azt nem mondom. Az egy kis küzdelem volt, aztán később készült el belőle ugye a film, amit sokszor most le is vetítenek, de minden esetre arra biztos, hogy hogyan lehet másként, tehát megint a nyitottságra arra biztos, hogy szükség. Én azt figyeltem meg, hogy rendkívül tudatos voltál az egész pályád során. Tehát így jött el a debreceni időszak után a családalapítás is, és az a három esztendő, amikor nem léptél színpadra. Ez mennyire volt tudatos részedről,
hogy el tudtad engedni, és nem kerültél olyan krízis helyzetekbe, ami aztán a visszatérést is jócskán megnehezítette volna. Azt én mindig szerettem volna, meg éreztem is, hogy én le fogok tudni tulajdonképpen, hogy így mondjam, lassulni, mert tulajdonképpen az kell azért alapvetően egy burok, ugye, hogy egy kisbabára rá fókuszálni, és mindig is fontosnak tartottam ezt az első pár évet. Tehát azt gondoltam, hogyha nyilván ennek több szempontja van, de hogyha megtehetjük, akkor mindenképpen szeretném megtenni. Mert ez egy befektetés, hogy ilyen szóval éljek, amiből mind a mai nap élünk ebből a befektetésből. Igen. Tehát, és én azt gondoltam színészként, most is tulajdonképpen a fiatal kolléganőimmel beszélgetek, én ezt tudom mondani, hogy nincs az a szerepem, az ember lemarad, meg nem, majd lesz, hát majd jön. Hát szóval, jaj, még ezt gyorsan, mert ha ezt nem csinálom meg. Szóval bennem nem volt ilyen, megmondom őszintén, 3 év után az már biztos, hogy azt éreztem, hogy na jó, akkor most már itt az ideje visszamenni. Tehát Anna Róza megnőtt, azóta gyönyörűséges ifjú hölgy lett belőle éppenséggel. Így van. És ez nagyon-nagyon fontos. Vörös Marti Színház. Tartottál tőle, hogy megint egy olyan új helyre kell jönnöd, ahol ugyan számos ismerős dolgozik, hiszen Horváth Csabát kifelejtettük, aztán Andrássy Máték is jöttek, és nagyon-nagyon sokan, és akkor ebben a Szikora érában elindult egy olyan folyamat, hogy egyre inkább, tehát Gáspár Sándorékra gondolok, Varga Gabi és így a többiek is, hogy ez elég erős ez a társulat ahhoz, hogy amit te magadban láttál és elképzeltél és szerettél volna megvalósítani, az valóban úgy történjék? Én motivációra emlékszem, tehát hogy nagyon nagy lendülettel, egy jóféle bizonyítási vágyal, már nagyon színészi szempontból kiéhezetten, és nagyon érdekes, hogy sokat hallottam, de igazából meg is tapasztaltam, hogy hogyan változtat mondjuk a gondolkodásán, a személyiségén egy nőnek az anyaság. Természetesen a sorrend is, de hogy egy egészen másfajta hozzáállást is adott tulajdonképpen magához a szakmához. A megálmodott szerepek rád találtak? Szerintem többnyire igen. Megmondom őszintén, szerep álmom az igazából soha nem volt. Többnyire igen, hát ez, hát hogy mondjam, most ha őszinte szeretnék lenni, akkor nyilván voltak olyan periódusok, azért most már több mint 10 évről beszélünk, igen. Ahol azért azt éreztem, hogy na azért még itt én bőven bírnék ez a helyzet, és én ezt mondtam is, de aztán valahogy mindig utolért. De az biztos, hogy akkor volt bennem egy olyan lendület, és nem is beszélek igazából múlt időről, de amikor visszajöttem az anyaság, akkor különösen, hogy akkor tényleg, na most aztán mindent. Voltak sűrű időszakok is, emlékszem, akkor egyszerre mondjuk próbáltam 2 darabot, ilyen is volt, aztán nyilván volt olyan, amikor ez kicsit könnyebb volt, akkor lehet, hogy nem is volt baj, mert azért nyilván attól még egy 4-5 éves gyerek, akkor még mindig pici, tehát közben meg akkor fordítottam arra, hogy legalább egy azért csak többet tudok otthon lenni. Sok szerep eltalált, ez így van. És sok remek rendező. Hiszen ne feledjük, hogy Szikora Jánoson túl Horváth Csaba, mint régi ismerős, Bagó Berci nem különben, Hargita Iván szintén, és a vendégrendezők is, én azt mondom, hogy a szakma a hivatás krémjéből érkeztek. Ez mennyit számít egy színművésznek, hogy van egy kult darab, és egy olyan rendező rendezi, akiről tudjuk, hogy valami egészen különlegeset ad pluszban nekünk. Hát számít. Hát mindenképpen számít, hogy van egy hiteles rendező, akivel együtt, én direkt nem azt mondom, hogy aki után, de nyilván akivel együtt lehet alkotni, és pláne, ha ő is nyitott rám. Én is szerintem sokat változtam még itt az elmúlt 10 évben is. Valóban nagyon klassz munkák voltak Horváth Csabával is, Ivánnal is, ugye ott eleinte ott volt, most így próbálom visszapörgetni, Amadeus, tehát az is egy csodálatos szerep volt, és szerintem az előadás is nagyszerű volt. Szutyok,
tehát ugye ezt mind vele, Horváth Csabával, Pillangó, Chicago. Igen, a Chicagóról szerettelek volna kérdezni, pedig azért, mert nekem, illetve színházrajongóként is, és újságíróként is áttörést jelentett, hogy egy ilyen nagy musicalt ilyen fantasztikus szereposztásban mi láthattunk egyáltalán. Tehát ez nekem egy csoda volt. Köszönjük szépen. Hát szerintem nekünk is. Érdekes, hogy a rövid idő ellenére, mert azt hiszem ez 3 hét alatt készült, persze addigra már tudtuk a dalokat, tehát azért ezt úgy kell elképzelni, de 3 hét alatt tettük színpadra, és készültek a koreográfiák, és akkor eleinte azért emlékszem arra a kis ijedelemre, hogy ez így biztos, hogy... De tulajdonképpen pont adott egy ilyen sűrű koncentrációt. Igen. Tehát valahogy szerencsésen alakult különben a közben is a próbaidőszak, hogy valahogy ez nem valami feszültség és stressz formájában nyilván volt, de inkább az a jóféle. Tehát mindenki nagyon igyekezett, mindenki még külön hát a táncos lány, az egész tánckar, hát arról nem is beszélve, tehát ők rengeteget melóztak. De az, hogy egy jó, olyan jó energiájú próbaidőszak is volt. És nekem ilyen volt, mármint az újdonság erejével hatott, az a koncepció, amit felépítettek az Ember tragédia egy kapcsán, hiszen ilyet még nem láttunk igazán, hogy 4 rendező mutatja be, és akkor már sejthettük, hogy lesz, mert szóltak már hangokról, hogy lesz 2, ami meg maga a csoda, abban az értelemben, ahogy a 21. században ezt a színházvilág elmondja, de ez egy csoda volt. Ezt hogy érted meg, hiszen erre az Ember tragédiája mindig egy különleges darab. Hát az mindig. Hát egyrészt az, hogy az egész társulat benne van, még ha nyilván színpadon egyszerre nem is tudunk sok mindenkivel találkozni, de akár a legvégén az a tapsrend. Hát ez egy jó érzés. Ahogy az elején kérdezted, az hogy egy igazi, jó értelemben vett társulathoz tartozni, nem is tudom, hogy kérdezted az előbb, hogy tartottam-e attól, hogy nyilván benne van az emberben, hogy most akkor én hogy fogok ebben, de azért ez is valahogy olyan jól motiválja és inspirálja az ember. Tehát szerintem ez sokkal inspiratívabb, bocsánat, hogy ezt mondom, mint hogyha nem így lenne, vagy tudnám, hogy jó, hát itt én könnyen labdába fogok rúgni, vagy hogy is mondjam. Tehát, hogy valahogy ez azért sokkal az, hogy van egy igazi partner, akár egy jeleneten belül, vagy akár én nagyon sokat szeretek próbát nézni. És nem feltétlen, nyilván az is, hogy most nem tudom, a nagyokat csodáljam, de egyáltalán sok szempontból szakmailag is, mi áll jól egy darabnak, tehát most nem a kollégáimat minősítem ezzel, de pláne, hogyha ez tehetséges emberek csinálok, akkor nyilván különösen jó nézni, hogy kiből mi jön ki, de akár csak szoktam azért, hogy mondjuk milyen jól egy adott nyelvnek, egy adott darabnak, hogy milyen stílus, vagy milyen tempó, vagy milyen játék, vagy nem tudom ilyesmi. Úgyhogy én így sokat nézem őket. Igen, de ez fontos, mint ahogy az is fontos, ugye beszéltünk itt rendezőkről, és azokról, és akik vendégként voltak itt. Nem beszéltünk például Novák Eszterről és Teliai Péterről, ugye a 19-20-asban ez volt az én kis hűtőkamrám, ami meglepő volt, illetve a mikve, a megtisztulás fürdője, és én azt vettem észre, hogy mindenkinek megvan az a sajátos stílusa, és ti mindig tudtok valami újdonságot adni. Szerintem Novák Eszter is sokat kaptatok tőle, de ő is sokat kapott tőletek, és ez így volt Telihaival is. Azt elmondhatom, bár más nevében nyilván nem élik beszélni, de azért talán nagyjából az a visszajelzés például ettől a két rendezőtől is, hogy ők is érezték azt, hogy azt szerintem egy nagyon én szerencsére csak hírből hallok ilyeneket, hogy azért ez nem feltétlenül úgy van, hogy mondjuk nyitott egy társulat, vagy színészek egy új rendezőre. Mert lehet, hogy már kicsit, na mindegy, nem, de ez nem feltétlenül. És hogy nálunk ez valahogy valóban működik, nyilván megint két tehetséges emberről van szó, tehát Novák Eszterrel különben, hogyha már az előbb mondtad, akkor én még a Bárkán találkoztam különben először, ott egy Titanic vízirevű című darabba beugranom kellett, de az is egy jó élmény volt, tehát olyan nagyon érzékenyen és nagyon, nagyon jól vezetett engem, akkor még tényleg aztán nagyon fiatal voltam, de nagyon, nagyon jól esik az ember, amikor érzik, hogy tényleg kíváncsiak rá, hogy ő belőle mi jön, és az Eszter ilyen volt akkor is, és most is. Igen, hát meg hát egy elképesztően szenvedélyes, erős karakteres személyiség, ami rendezésnél szerintem néha muszáj is, tehát hogy nyilván
nyilván a jó egyensúly az fontos hagyni, de közben kell, hogy lássa, és velem is láttassa azt a víziót, amit ő elképzelt. Igen, megtanulta a tatától ezt a stílust, aki azt mondta, hogy nekem Erdélyben beszélgettünk egyszer hosszasan, hogy az Eszter az, mert a Péter más egy kicsit, de az Eszter az, aki törőmetszett Novák mindenestől. Na viszont megérkeztünk a koronavírus járványt követő, illetve ez egy furcsa időszak volt rendkívül, hát azt gondolom megsínli minden egyes színművész, ha nem léphet színpadra. Viszont egy darabról kell, hogy beszéljünk, annál is inkább, mert hogy az idei esztendőben elbúcsúzott tőlünk Nagy Péter. Szóval Nagy Peti rendezte a Szofoklész Antigonéjét. Ugye az egyik főszerep a tiéd volt, Euridiké, és én azt hiszem, hogy megállapíthatjuk, hogy Peti egy fantasztikus rendező, én bízom benne, hogy visszatér. És jó volt látni, ugye ez egy kamaradarab, kamaraszínházban volt. Igen, igen. Hát a Peti egy rendkívül okos fiú. Azért most azért komplexen tudja látni, és egyfelől nyilván egy ilyen dolognál nagyon jó, hogyha színész is. Tehát, hogy közben érzékeli azt, hogy ki miből vagy hogyan dolgozik. Mert erre van egy érzékenység, akkor az jó. Tehát amikor nem feltétlenül nyomja azt, hogy ezt képzeltem el, és akkor ez kell. De közben lehetett ugyanúgy érezni, hogy azért sokat, tehát abszolút felkészült volt, és nagyon, nagyon jól tudott irányítani, hogy merre, de közben mégis belőled. És hát nagyon jó, hogy egy ilyen darabot azért lássuk be, hogy azért már ez mai napság bátorság elővenni. Bizony. Színpadra tenni. Úgyhogy örülök, hogy ez megtörténhetett. És egy abszolút pozitív és egy jó próbaidőszak volt. Hát igen, én is bízom sajnáljuk benne, hogy... Azt viszont nagyon nem sajnálom, hogy háromszor vagy négyszer néztem meg az Ember tragédiája 2-t, bármennyire is furcsa. Tényleg. És Évát. Gratulálok. Mégpedig azért, mert nagyon is kíváncsiak lehettünk arra, és egy fantasztikus szerepben Évaként mutatkoztál be, hiszen azért egy Darvasi Márton Tasnádi Závada 4-es, azért igen, nagyon sokat mondó, hogy egy olyan darabot tudtak megírni, és olyan darabot tudtatok bemutatni, ami azt hiszem, hogy jószerével teljes egészében lefedi a mai életünket. Teljesen. És talán a jövőnket is. Igen, fantasztikus vállalkozás, ez kétségtelen. Lubickoltál benne Évaként? Igen, abszolút. Igen, mi voltunk a nyitó és a záró Éva, Ádám és Éva, Sági Tamással. Igen, hát nagyon, nagyon érdekes látni, hogy a mai kortársírók hogyan és miként látják. És hát szerintem ez a sokszínűség, erről sokat beszélgettünk, hogy most akkor hogy lesz egységes ez a darab. Ez szerintem pont ettől egységes, tehát hogy sokféle. Tehát, hogy négyféle rendező, négyféle író, különböző stílusban, különböző korban. Én nem tudom, nyilván ezt a nézőkre kell bízni, hogy akkor ez zavaró-e, hogy akkor most nem egy egységes, de például szerintem ez pont, hogy valami többet ad talán. Hát én amikor néztem, ezt is ugyanúgy végignéztem ugyanis, ugye, mert egy jó párban nem voltam benne, és akkor néztem én is. No, hát megérkeztünk a mához, ugyanakkor még kell, hogy beszéljünk a Fémről, mert ha már musicalről, akkor a lubickoltam kifejezést elhasználtam az imént, de az valami fantasztikus volt. Én azt hiszem, hogy az soha nem fogja felejteni senki. Egyrészt egy klasszikus musicalről van szó, másrészt pedig, mintha 1000 éve is mindenki musical színész lenne itt. Mondom én. Igen, köszönöm. Hát ugye nekem tulajdonképpen már a Chicago előtt is volt zenés, de azért valójában én is onnan datálom azt. Tehát én ugye prózai osztályban végeztem, és én nagyon sokáig egyáltalán nem énekeltem. De ezt nem fogom senkire, így alakult. Bennem sem volt igazából. A Bárkán ugye nem volt annyira a zenés műfaj. Voltak zen, de nem az volt a fő profia. Valahogy Debrecenbe is elkerült, meg igazából úgy nem lehetett szerintem rólam tudni egész egyszerűen. És végülis ez itt Fehérváron kezdődött. Ugye volt az Edith és Marlene, stb., de ugye az is egy kamara, ahogy mondta, de a Chicago, hát az aztán tényleg egy igazi zenés főszerep. Nagyon készültem rá, nagyon izgultam,
és ott nagyon-nagyon jó volt megtapasztalni a zenének az erejét, tehát én nyilván a lelkem, én mindig is prózai színész leszek, de azért az, hogy mondjuk egy élő zenekar, hogy segít és emeli föl az embert, és szerintem egész egyszerűen a zenénél többet néha nem tud adni sokszor a próza. Tehát annyira annak van egy olyan ereje, amit egész egyszerűen nem lehet, nincs az az eszköz, ami... Úgyhogy ezek nagyon, nagyon izgalmas tapasztalások, meg remélem, hogy talán lesz is lesz. Még van az álmaidban, gondolom, a musical szerep, ami a tiéd. No, hát megérkeztünk a mához a nehéz koronavírus járvány után. Na, én idén nem voltunk ott az évadzáron, de egyébként ez mindig egy felemelő érzés, amikor kihirdetik. Mi volt az első gondolatod, amikor elmondták, hogy a társulat tagjainak szavazatai alapján a tiéd ismét. Hát nem hittem el. Gondoltam, hát most biztos valaki más. Az kétségtelen, hogy az is nagyon jó érzés volt, hogy sok kollega megnézte, például Nem félünk a farkastól, és ott nagyon, nagyon szép visszajelzéseket kaptam, nyilván már az is számít. De azért én is úgy voltam vele, hogy biztos úgy van vele mindenki, ugye, mert úgy is kapott már. Úgyhogy én abszolút nem gondoltam. Mit kívánjunk neked a következő évadra, évadokra? Hát mondjuk hasonló ilyen szerepek, jó lesnének. Történjék így. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. És akkor most a nyári pihenő után pedig újra újult erővel vágunk neki az új évadnak. Így van. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Jó pihenést a nyárra, az egész családnak. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Varga Gabriella volt, a Vörösmarty Színház immáron másodszor Vörösmarty gyűrűs színművésze. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.